Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható szeptember hónapban a mérleg jegyében születetteknél? Ez egy általános kivetés, de megvan arra lehetőség, hogy kérd ezt a havi jóslást. Ennek a díja 4000 forint. Mielőtt elkezdeném megmagyarázni azt, hogy mit üzennek a kártyák, megemlíteném azt, hogy van egy akció. Ha írsz egy e-mailt, e-mailen keresztül kérheted a te személyes szerencse számodat, mindez ingyenes. És most megnézzük, hogy mi várható szeptember hónapban. Az első hét itt látható. A fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Ezt bizonyára megtalálod, hiszen itt van a fa mellett a szerencse. A fa jelenthet egészségügyi témákat is. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, sok a munkád, szorgalmas vagy, hamarosan szerencse ér. Amennyiben beteg voltál, vagy valaki a családban, itt is megvan a szerencse, tehát lesz gyógyulás. Itt a kártya, sőt, a következő képen az ér még mindkettő, utal az anyagiakra, a munkára, a hivatásra, itt ez lehet egy bírósági ügy is. Itt sok a dolog, rendezni kell ezeket a témákat, itt látható, hogy mennyire szorgalmas vagy, de mégis igazságtalanság ér téged. Vagy a munkahelyeden, vagy egy bírósági ügynél. Nem kell megvédeni magadat, itt ez a kártya azt jelenti, légy inkább visszahúzódó. Mert ha te ezt megemlíted, nem tudod tisztázni a dolgokat, hanem megjelenik akkor ez a felhő, ami azt jelenti, hogy mindez átláthatatlan lesz. Próbáld meg ezt lezárni. Persze a koporsó, és itt az igazságtalanság jelenthet egy bírósági ügyet, egy örökösödési ügyet, ahol valami még átláthatatlan, és a tolvaj az azt jelenti, hogy valaki becsap téged. De azért legyen meg a bizalom, mert itt van melletted a szerencse, és itt a mozgás. Itt ez a kép jelentheti azt is, hogy valaki rabol tőled valamit. Vagy az ötleteidet, vagy az idődet, vagy az energiádat. Zárd le ezt a kapcsolatot. Második hét, szeptember hónapban itt látható, ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz a képen, és itt a kártyák jelentik a gondolatokat. Ez lehet egy negatív gondolat, amikor valami olyan átláthatatlannak tűnik, a tolvaj ezt majd eltávolítja, tisztázódnak a dolgok, vagy gondolkodj el azon, hogy ki akar tőled valamit elvenni. És akkor zárd le ezt a kapcsolatot. Itt lesz egy fontos beszélgetés, és a virágcsokor jelenti a jó hírt. Amennyiben egészségügyi témákról van szó, amire a fa utal, de a kígyó is, itt megvan a gyógyító erő. Ha ezen a területen dolgozol, akkor itt lesz egy jó hír, itt van a szerencse, egy meghívás, ez lehet egy szerződés is. Ez a kígyó, ez jelenthet egy hölgyet, és itt lesznek szép beszélgetések köztetek, vagy lesz egy jó hír, itt megjelenik a hajó, az jelentheti a reményt, hogy itt javul a helyzet, de a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat is. Előtted a főpapnő kihat a sors utadra, vagy jelent spirituális dolgokat, itt lesz egy új irány, a régi partot elhagyod, az új part még ugyan nem látható, de lesznek változások, és a gyermek jelenthet egy új kezdetet.
amit a gyermek még itt jelent a közelben, a gyermekeket, vagy a te fiatalos kisugárzásodat, vagy egy új kezdetet, és itt a könyv lehet iskolázás, vagy azt is jelentheti, hogy nyilvánosságra hozol egy könyvet, vagy találsz magadnak egy könyvet, ami értékes számodra. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Vedd kezedbe ezt az érmét. Ugyanez látható itt ezen a kártyán, és figyelj oda az anyagiakra. Vagy ez az érem jelentheti az értékeket, a tudásodat, a tapasztalatodat, a tehetségedet. Légy ennek tudatában. A varázsló segít neked, sőt, nálad is megvan ez a varázslatos kisugárzás. A nap szintén azt jelenti, hogy megvan ez a kisugárzás, sikereid lesznek, itt a kezedbe veszed ezt a kartot, jelent bizonyos döntéseket, itt a gólyák jelentik a változásokat, és a hold, azaz álmaidat. Tehát egy álom megvalósulhat, légy maga biztos, és legyen meg ez az életerő. Itt a gyermek, a gólyák és a hold jelenthetik egy kispapának a születését is, vagy nálad, vagy valakinél ott a környezetedben, vagy a családban. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható. Itt vannak még korlátozások az anyagiakat illetően, vagy a munkahelyet illetően. Itt ezen a képen láthatóak a döntések, de nem tudod, hogyan tovább, milyen irányba. Lehet, hogy ez is korlátoz téged, hiszen olyan bizonytalannak tűnik a helyzet. Különösen, ami az anyagiakat illeti, a munkát, vagy az otthonodat, a családot. Itt az utak jelentik a döntéseket, ugyanúgy, mint a kereszt, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, ami itt is látható, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba. Szeptemberben, szeptember végén vannak itt még korlátozások, tehát ez nem a megfelelő időpont ezeket a döntéseket hozni, halaszd el október hónapra. Itt látható a szív, jelenti a szívélyes dolgokat, itt a családban, de jelenti a párkapcsolatot is. Itt megvan a nyilvánosság, a gyűrű, jelenti a kapcsolatot kettőtök között, vagy azt is jelentheti, hogy valaki visszatér a múltból, találkoztok itt a nyilvánosságon, és ez kihat a sors utakra, hiszen a sors utatok kereszteződik. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rákos.